Atyától, a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük Istent a 138. számú dicséretünk, Zsoltárunk első verszakának az eléneklésében. A 138. számú Zsoltár első verszakát énekeljük, mely így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Thank you.
igényére figyeljünk, amiképpen a szőlő bennünket a Lukács szerinti evangélium 18. fejezetének 28. versétől a 30. verséig terjedőleg a következőképpen. Ekkor így szólt Péter: íme, mi ott hagytunk mindent, és követtünk téged. Ő pedig, mármint Jézus ezt mondta neki: bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Isten tegye áldottá felolvasott igeszakaszt, gyertek kedves testvérek, fennállva kérjük az ő szent lelkének világosságát és bölcsességét, hogy ezt megértsük, hogy befogadjuk és meg is tartsuk. Imádkozzunk. Mindenható édesatyánk, a Jézus Krisztus által azzal a reménységgel és azzal a bizalommal jövünk eléd, hogy a te szereteted, amely megteremtette ezt az egész látható világot, és amelynek a mi életünket, saját életünket is köszönhetjük, és amiben látjuk a mi gondviselésünket, ez a mai istentiszteleten is láthatóvá és megtapasztalhatóvá válik a számunkra. Így jövünk most eléd, Urunk, és kérünk, hogy segíts bennünket, hogy az igéd előtt a szívünket meg tudjuk nyitni, sőt, be tudjuk fogadni. Lelked által kérünk, hogy tégy csodát, és ne csak a fülünkig, hanem valóban a szívünkig, annak is a mélyig jusson a te igédnek az éltető ereje, a frissítő ereje, megerősítő ereje. És ezáltal tudjon az életünk úgy változni, hogy annak változnia kell a te elgondolásod, a te terved, a te szándékod alapján. Tudjuk, Urunk, hogy van terved az életünkkel, és szeretnénk ezt, hogyha ez a terv megvalósulhatna, hogyha ez a terv ez kibontakozhatna, hogyha megnövekedhetne, megerősödhetne, és el is érné ezt a célt. Ezért kérünk, Urunk, hogy cselekedj. Nem mi akarunk cselekedni, nem mi akarunk mindent tudni és mindent megtenni, hanem azt szeretnénk, Urunk, hogy te tégy meg mindent. Jöjj és szólíts meg bennünket. Jöjj és törj össze bennünket. Jöjj és építs fel bennünket. Urunk, oly sokszor ellenáll a szívünk a te ígérnek, de szeretnénk abban a kegyelemben élni, hogy nem állunk ellen, hanem elfogadjuk a szavadat, és élünk általa. Kérünk hát, Urunk, lelked által, a te világosságod által, a te bölcsességed által, légy itt közöttünk, add nekünk, és segíts és könyörülj rajtunk. Amen. Foglaljuk el a helyünket és a Barna énekeskönyvből a 625. számú dicséret összes verszakát énekeljük, így készüljük az ige hirdetésére és az ige hallgatására. A 625. számú dicséretet keressük meg a Barna énekeskönyvből. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igéd hiába.
éppen az szólít bennünket a Lukács szerinti evangélium 19. fejezetének az első 10 verséből. Ezután Jézus Jerikóba ért és áthaladt rajta. Ért ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vad fügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá. Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odállt az Úr elé, és ezt mondta, Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza. Jézus így felelt neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Kedves testvérek, itt van előttünk ez a jól ismert ige szakasz, és azt látjuk benne, hogy miután Zákeus találkozott Jézussal, az élete teljesen megváltozott, és itt a hangsúly most azon van, hogy teljesen nem csak változott, vagy nem csak megváltozott, bár ez nyilván a magyar nyelvű befejezett cselekedetről mutat rá, hanem teljes mértékben minden megváltozott. Úgy mondhatnánk vallásosan, hogy Zákeus megtért, de azért én sokkal hétköznapibb és egyben sokkal gyakorlatiasabb módon látom ezt az egész történetet, és hogy nem csak a levegőbe beszélek, vagy hangsúlyozok, most itt a mindennel, meg a teljesennel, azt gondolom, hogy van itt egy nagyon súlyos bizonyíték ebben a történetben, hogy itt nem csak részleges változás ment végbe, nem csak itt-ott, amott valami megváltozott korábbi életéhez képest, hanem teljes körül. És ez a bizonyíték Zákeusnak a cselekedete. Képes lemondani az addig összegyűjtött pénzéről, amit összeharácsolt, attól szabadon válik meg. Jézus azt mondja erre, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Az üdvösség szó jelentése a görögben, ezt már többször elmondtam, de újra és újra, hogy tanuljuk meg, hogy el ne felejtsük, elmondom ma is. Az üdvösség azt jelenti, hogy szabadnak lenni, megszabadulni, szabaddá válni. Tehát Jézus mondatának a jelentése ez, most lett szabaddá ez a ház, most lett szabaddá ez az élet. Ez egy elismerés. Ez egy nyugtázás, ez egy örömteli kijelentés, vagy felkiáltás Jézus ajkairól. Valaki, aki eddig nem volt szabad, az most már szabaddá lett. Ez egy örömteli változás, teljes körű változás. De egyáltalán nem magától értetődő, amit le van írva ebben a történetben. És szerintetek miért járja az a magyar mondás, hogy a pénztárca tér meg utoljára? És vajon miért kísérje a pénzről szóló bibliai tanításokat egyfajta akár tudatos, akár tudatalatti elzárkózás, idegenkedés vagy védekezés a lelkek mélyén? Azért, mert egyáltalán nem magától értetődő, hogy az ember szabad legyen a pénztől. A pénzhez való ragaszkodásunk sokkal mélyebb és sokkal zsigeribb, mint sem azt egy-két jól megfogalmazott frappáns mondattal, vagy akár egy-két prédikációval meg lehetne változtatni. Viszont a megtérésünk nem lehet addig teljes, amíg nem vagyunk teljesen szabadok. Ugyanis Jézus, amikor magához hív, akkor szabadságra hív. És hogyha az életünknek vannak olyan területei, ahol nem vagyunk teljesen szabadok, akkor ott még tenni kell, ott még valaminek változnia kell, és ezt látjuk itt Zákeus életében is, hogy ő eljutott arra a pontra, hogy minden megváltozott. Azaz a Jézussal való találkozás akkor valóságos, hogyha az a teljes szabadsággal jár, és ehhez teljes változásra van szükség. A pénztől való szabadságra is, ha nem is az első, de legalább az utolsó sorban megtörténik, akkor az szabadságot fog
szabadítást fog eredményezni. Ma erre figyeljünk, hogy hogyan tudta a Jézussal való találkozás teljesen megváltoztatni Zákeus életét. Két feltétele van ennek. Az egyik, az első, egy nagyon fontos feltétel, hogy Jézussal történjen meg ez a találkozás. Ez egy nagyon fontos feltétel, és egyáltalán nem magától értetődő, és Zákeus életében sem magától értetődő, hogy Jézussal találkozott, és nem mással. Ugyanis megtörténhetett volna, hogy másokkal találkozik. Például a tömeggel ott Jézus körül. Zákeusnak egészen komoly akadályokat kellett leküzdenie, ahhoz, hogy megláthassa Jézust, vagy hogy találkozhasson vele. És ez nem csak arról szól, hogy alacsony volt a termete, és ezért nem látott át a vállak fölött, hanem ez szól ugyanúgy a tömegről is. És a tömeg volt a nagyobb akadály, nem a termet. A tömeg, amely megvetette a vámszedőket, amely megítélte őket, kiközösítette őket. Ebben most nem akarok belemenni hosszan, a vámszedők az tulajdonképpen egy koncessziós jog volt, amit a rómaiak eladtak, tehát előre kifizették a vámszedők, úgymond a rómaiaknak ezt a hivatalát, és onnantól kezdve azt csináltak, amit akartak. Annyi pénzt szedtek be, amennyit nem szégyeltek. Tulajdonképpen a saját honfitársaikat megzsarolták, mert sokkal többet vettek el, mint ugye ez Zákeusban is ismerik a történet végén. És ezért természetesen egyrészt utálták őket, mert becstelenek voltak, és utálták őket, mert kollaboráltak, együtt dolgoztak a megszálló hatalommal, és az ő gazdaságukat erősítették, vagy azt növelték, az ő bevételeiket. Ezért Zákeus egy nagyon is magányos ember, fővámszedő, ami azt jelenti, hogy még az átlaghoz képest is sokkal gazdagabb volt, de mindenki elfordult tőle, kiközösítették őt, gyűlölték őt, utálták őt, megvetették őt. És ez a tömeg tulajdonképpen összezár Jézus körül. És azt mondja ennek a megvetett alaknak, ennek az alávaló alaknak, ennek a kollaboránsnak, hogy nincs között a mi Jézusunkhoz. Neked nincs utad hozzá, te nem találkozhatsz vele. Mondhatnánk így is, egy kicsit ilyen képiesen fogalmazva, hogy a tömeg falat képezett Jézus körül, és a testével védte Jézus, nehogy arra alkalmatlan és tisztátalan emberek a közelébe furakodjanak, vagy kerülhessenek. Igen, képiesen beszélek, és nem véletlenül, mert ez a tömeg nagyon-nagyon sok esetben maga az egyház, te meg én. Emberek keresik az Urat, látni akarják Jézust, de nem látnak más, csak egy nagy tömeget, akik összezárnak, akik szinte védik, nehogy valaki Jézus közelébe kerüljön, nehogy bárki odaférkőzzön. És hogyan tesszük ezt? Mondjuk a moralitásunkkal, az ítélkezéseinkkel, a szeretetlenségünkkel. Ha te Zákeus helyében lettél volna, gondolj bele, csak úgy képzeld el az esetet. Nagyon szeretném már Jézussal találkozni, sok jót hallottál már róla. Egy érdekes híradások, ugye népszerű alak, érdekes hírek jönnek, mennek róla. És ott megy el valahol a közelebben, és szeretnéd most már őt látni. De nem kapnál semmi mást, nem láthatnád meg őt, csak ott az emberek körülveszik, és azt mondják, hogy te olyan mocskos vagy, hogy neked semmi közöd nincsen Jézushoz. Jó, megítélnének, hogy ez is baj veled, az is baj veled. Nem lehetsz te igazán jó keresztény ember, most mondjuk így, vagy jó Krisztus követő ember. Úgyhogy menjél előbb, tisztulj meg, menjél előbb, rakd rendbe az életedet, menjél előbb, rakjál rendet, és akkor utána vagy gyere vissza, és akkor hát, ha majd akkor Jézussal találkozhatsz. Ha azt mondanák neked, hogy előbb változz meg, és akkor utána majd befogadunk, vagy elfogadunk, vagy megtesszük, amit te is akarsz, vajon mit tennél? Mit teszel, hogyha valami sértő, hogyha valami bántó ér, ráadásul ezt, hogyha keresztény emberek teszik veled? Azt gondolom, hogy a legilledelmesebb módon ilyenkor odébb bánni, tehát eloldalulni. Visszaítélkezünk, megmondjuk mi is a magunkért, hanem máshol magunkban, de azt gondolom, hogy ebből nem igazán lett volna gyümölcsöző kapcsolat Jézussal, hogyha Zákeus így viselkedett volna, vagy így tett volna. Ha ilyenek Jézus ismerősei, akkor ugye jobban gondolhatta volna, hogy hát akkor nem is kell nekem ez a Jézus, nem kell nekem velük találkoznom, vagy vele találkoznom. Tegyük fel, hogy Zákeus eddig eljutott volna, nem találkozott volna Jézussal, hanem csak egy-két ítélkező követőjével,
hogy mennyire változott volna meg az Ákos élete. Lehet, hogy ez az ítélkező rámutatott volna, hogy ez is rossz, az is rossz, az is rossz, az is rossz az életedben. De szerintetek mennyire változtattam volna meg ez az Ákos életét? Nem történt ez 2000 évvel ezelőtt másképpen, mint hogy ma történik. Hiába mutatnak rá az életünk mondjuk hiányaira vagy foltjaira, attól még nem tudunk megváltozni. Vagy mi hiába ítélünk meg másokban, mondjuk így, hogy nem tetsző dolgokat, attól még nem fog megváltozni az a másik ember. És Zákeus nem megy el, nem adja föl, kitartó alak lehetett, azt gondolom, és mindent megtesz azért, hogy lássa Jézust, és ez nagyon jó, hogy ez a történet itt van a Bibliában, és előttünk van. Mert ha elmegy, valószínűleg nem írják le. Lehet, hogy kimaradt volna. De fölmászott egy fára, és számomra ez a jelenet roppant komikus. Komikusnak azt szoktuk nevezni, amikor valami olyan történik, amit nem várnánk, vagy szóval olyan váratlan, nem illik bele a képbe. Hogyha egy gyerek mászik fel a fára, akkor azt mondjuk, hogy ez teljesen normális helyén van, hiszen egy gyerek azért van, hogy fölmászol a fára, kipróbálja magát. Ha egy mondjuk így önmagát valamire tartó, nagy tiszteletet maga felé követelő, dúsgazdag ember fölmászik a fára köntösben, képzeljük el, tehát képzeljük el engem palásba fölmászni egy fára, már eleve ugye komikus helyzetkép, tehát látjuk, hogy ez valahogy ott nem a megszokott, vagy nem a természetes. És azt látjuk, hogy ez az ember minden félredob, nem foglalkozik semmivel, látni szeretné Jézust. És ezért felül kell emelkedni ezen a tömegen. Nem tud áthatolni a tömegen. Ezért fölül kell, hogy emelkedjen, és amikor fölmászik erre a fára, akkor van lehetősége arra, hogy meglássa, megpillantsa Jézus Krisztust. És megtörténik ez a találkozás, aminek Zákeus életében meghatározó, de itt ebben a pillanatban még mindig csak részleges változást eredményez. Jézus meghívatja magát. Azaz kifejezi számára, amint Zákeus számára a teljes elfogadást. Amíg a követői elítélik és kívül rekesztik Zákeust, addig Jézus azt mondja, hogy szeretnék elmenni az otthonodba. Szeretnék belépni a házadba. Szeretném, hogyha együtt vacsoráznánk. Zákeus találkozott Jézussal, és abban a pillanatban a dolgok elkezdtek megváltozni. Jézus környezete majdnem szívrohamot kapott Jézus mondatától, mikor azt mondja neki, szó szerint idézem, Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. De azt gondolom, hogy Zákeus is ott lehetett a szívroham közelében, mert eddig még csak a kiközösítéssel találkozott, eddig még csak a lenézéssel, a megvetéssel találkozott, azzal kellett szembenéznie hithű, tiszta zsidó emberek részéről, befogadást eddig még nem tapasztalt senkitől. Elfogadást eddig még nem tapasztalt senkitől. Szeretetet eddig még nem tapasztalt senkitől. És most jön valaki, és azt mondja neki, hogy talán én szeretnék veled beszélgetni, szeretnék belépni a házadba, szeretnék ott lenni. Azt látjuk, hogy ami nagyon-nagyon fontos, és ezért is beszélek erről ilyen részletesen, meg képiesen, hogy Jézus cselekszik. És Zákeus hagyja, hogy Jézus cselekedjen. És ez egy nagyon-nagyon fontos összefüggés ebben a történetben, hogy Jézus cselekszik, nem Zákeus cselekszik. És Zákeus elfogadja mindazt, amit Jézus cselekszik. Jézus el akar menni Zákeus házába, és Zákeus kinyitja előtte az ajtaját, és beengedi őt a házába. A ház, mondjuk így, hogy valakinek az otthonába való beengedés, vagy az asztalközösség, ez a közös vacsora, ez nem csak azt jelenti, hogy esetleg ma mi néha elmegyünk kulturális értelemben rokonsághoz, barátokhoz, leülünk, együtt vacsorázunk, jól beszélgetünk, aztán eljövünk, hanem az ott valóban az nem csak az étel megosztását, hanem az élet megosztását jelentette. A történet tehát nem csupán egy közös étkezésről szól, hanem arról, hogy Zákeus megnyitja az egész életét Jézus előtt, és beengedi őt oda. Ezért kellett Zákeusnak Jézussal találkoznia, és nem másokkal, mondjuk nem Jézus követőivel, mert Jézus tudott cselekedni az életében. Az asztalközösség, ahogy mondtam, a legmélyebb szeretetnek a kifejezése és a megélése a bibliai történetekben, és az egymás életének a megosztása, átadása a másiknak is. És ez történik most Zákeus házában. Jézus cselekszik, Jézus szeret,
ő szeret először. Azért is fontos erről beszélni, kedves testvérek, mert sokszor, amikor keresztény emberekkel találkozom, akkor azt látom, hogy vannak példaképeik, ezek a példaképek nyilván hatással vannak rájuk, nyilvánvaló, hogy nektek is lehetnek példaképeitek a hitben, akik előttetek jártak, akiket ismertetek, akikre fölnéztek, de mégis egyfajta tanítás ez arra, hogy szóval emberek követői, tehát nem arra hív bennünket Jézus, hogy emberek követői legyünk. Ugye ebből általában gubancok, konfliktusok is szoktak lenni, lásd a korintusi gyülekezetet, de itt most igazán arról van szó, hogy nem elegendő valakinek a hitét követni, hanem Jézussal kell találkozni. Tehát változások akkor indulnak be, amikor Jézus belép valakinek az életébe. Fontosak a példaképek, tehát nem ellenük beszélek, mert azt gondolom, hogy bizonyságtételei a hitnek előttünk, de nem elegendő. Addig, ameddig nem találkozol Jézussal, az életedben nem tud minden és teljes körülön megváltozni. Ezért fontos, hogy találkozz Jézussal, mert át kell élni az ő szeretetét. És azt csak Jézustól tud átélni. Sem egy lelkésztől, sem egy házastárstól, sem egy rokontól, sem egy bárkitől, aki nagy példaképed lehet. Senki mástól nem élheted át az, hogy Jézus mennyire szeret téged, csak ha Jézussal találkozol. És itt most már el is érünk a lényeghez. Mert mire is volt szükség, hogy Zákeus életében ne csak részlegesen, ne csak itt-ott történjen egy-két változás, hanem az egész élete megváltozzon. Kétesen fogalmazva, Jézus nem csak Zákeus házába, de még a páncélszekrényébe is beléphetett, tehát még ott is szétnézhetett, ugye itt a pénzről utalva. Zákeus korábbi életéről annyit tudunk, hogy ugye termete alacsony volt, ezt megbeszéltük, honfitársai gyűlölték őt, ezt is megbeszéltük, amiért a saját gazdagsága érdekében eladta a lelkét a rómaiaknak. Azt gondolom, hogy ez a kettő bőven elegendő ahhoz, hogy valaki mondjuk így gazdagság vagy pénz felhalmozásába kezdjen, és így próbálja igazolni, hogy ő igenis értékes. Mert a pénz halmozása nem csak a jövőről szól. Általában ugye mindig abban az összefüggésben beszélünk bibliai tanításokban a pénzről, hogy nem bízunk eléggé Isten hatalmában, ezért megpróbálunk gyűjtögetni, hogy majd akkor a pénz kisegít bennünket, hogyha valami nagy baj lesz, vagy hogyha betegek leszünk, vagy ilyesmi. Tehát ezek mindig egy ilyen jövőre néző, előre néző tekintet. De itt azt látjuk Zákeus életében, hogy a múlt, a jelen, ugyanúgy jelen van ott a pénzhalmozás motivációjában, vagy mozgató erejében. Ugyanis az az ember, aki a pénzét arra gyűjti, hogy bebizonyítsa, hogy ő igenis értékes, az azt mutatja, hogy nem bízik eléggé, hát azt nem tudom jobban megfogalmazni, mint sem így, hogy nincs elég bizalma önmaga felé. Tehát amikor önmagára néz, akkor értéktelenséget lát, és azért megpróbál minél több, mondjuk így, hogy kézzel felmutatható értéket összegyűjteni, hogy bebizonyítsa, hogy ő igenis értékes ember. Ezt nyilván tudjuk jól, hogy a pénz ma értékes, holnap értéktelen is lehet akár. Tehát az az egész világgazdasági rendszer, ahogy működik, meg ahogy globálisan összefügg minden, az ebbe azért az összeomlás, meg a romoknak a lehetősége sajnos minden nap ott van benne. Tehát hogy ezt azért tudjuk, hogy pénzre nem lehet teljes mértékben alapozni az életünket. Persze nyilván igaz, hogy pénzből élünk, tehát most nem arról van szó, hogy senkinek ne legyen pénze, hanem arról, hogy aki mindenképpen arra számít, hogy majd a pénz fogja megtartani az életét, az vagy már átélte, vagy átélheti a jövőben, hogy ez sajnos nem mindig igaz. De itt van ez az ember, aki alacsony növésű, aki számkivetett, aki gyűlölnek a környezetében, és pénzt halmoz föl, hogy ezáltal is megmutassa, hogy ő igenis értékes. És ezért gondolt az Zákeus, hogy ha majd egyszer sok pénze lesz, mindenkitől több pénze lesz, akkor ez a sok pénz majd értékessé teszi őt. Ezt nyugodtan lefordíthatjuk a magunk életére is. Mindenféle pénzre való koncentráció, hajtás, gondolat, erőfeszítés és minden egyéb más, ami arról szól, hogy több legyen, az mindig egyfajta jelzés is arra, hogy olyan látod te a magad értékeit.
értékesnek tartod magadat, vagy látod, hogy mik az értékeid. És ez itt a döntő helyzet az életünkben, mert legyen bár szó pénzről, vagy akár munkáról, vagy akár az alkoholról, vagy bármi egyébről, amíg akár tudat alatt ezzel a kisebb rendőrségi érzéssel, vagy értéktelenség érzésével kell élned együtt, addig kevésbé tartod magad nyilván értékesnek, és emiatt mindig lesz valami pótcselekvés, amivel igazolni akarod, hogy már pedig te értékes vagy. De ahogy szembe találkozol Jézussal, és amikor megnyitod az ajtót, és amikor engeded, hogy belépjen az életedbe, látni fogod, hogy hogy néz rád Jézus. És ez nem a vád pillantása, hanem ez a szeretetnek a pillantása lesz. Ez az a pont, ahol a kegyelem áttöri az addig felépített kereteket, falakat, akadályokat, barikádokat. A kegyelem hirtelen szétfeszít mindent. Ahogy Jézus mondta, mint az új bort, amikor beletöltik a régi tömlőbe, szétszakítja. Nem bírja megtartani a régi az újat. És amikor Jézus kegyelme beleárad az ember szívébe, akkor már nincs méricskélés, hogy akkor hogyan is csináljuk ezután, hanem ott akkor ott repet minden, és megtelik az élet, túlcsordul az élet ezzel az újjal, Jézus kegyelmével. Ez a kegyelem hirtelen betölt mindent, a szív ürességét, minden zegzugát, nem csak itt ott, mindent. És ebből szokott, ezekből a hiányokból táplálkozik mindig a kisebb emlőségi érzés, ezt is eltörli. A halmozás vágya, azt is eltörli. A bizonyítás kényszere, azt is eltörli. Mindent eltörő, tehát tulajdonképpen beárad, és egyszerűen mindent újjá tesz. És ez a kegyelem az, ami képes teljes változást elérni, vagy okozni. Ez a kegyelem az, ami képes teljes boldogságot adni. Ez a kegyelem tud teljes szabadságot adni. Ez az, ami Zákeusból is előtör, és nem tud neki ellenállni. Képzeljük csak el, hogy bejön Zákeus, amikor látni akarta Jézust, azzal a döntéssel ment, hogy akkor most föl fog mászni egy fára, akkor Jézus biztos meg el fog érni az otthonomba, és akkor én majd úgy meg fogok változni, hogy az összes pénzemet szét fogom osztani. Ugye ez csak egy ilyen fiktív vonal, de biztos nem így ment fel arra a fára, én azt gondolom, tehát nem ez volt a célja, hogy majd ez fog történni az életében. De ez történt. Tehát találkozott Jézussal, és valami olyan változás történt, hogy egyszerűen nem tud neki ellenállni. Nem tudta azt mondani, hogy már pedig én azért sem, hanem ahogyan Jézus ránézett, és ahogy látta Jézus szemében az elfogadást, vagy látta Jézus szemében a szeretetnek a mélységét, ott nem volt ellenállás. Az mindent legyőzött. És ez a kegyelem. Megtörtént. Ellenállhatatlanul. Megváltoztatta az Zákeust. Olyan változást okozott az életében, amit nem tudott előre kiszámolni, vagy kontrollálni, és kedves testvérek, ez 2000 év óta ugyanígy történik. Nem úgy megyünk oda, hogy én elterveztem, hogy most találkozok Jézussal, most megtérek, és utána ezt fogom csinálni. Nem. Kinyitom az ajtót, és onnantól Jézus átveszi az irányítást. Jézus cselekszik. Jézus szeret. És annyira szeret, hogy olyan változásokat indít el az életedben, amit nem tudsz elképzelni. Nem tudod, hogy mi fog történni. De jó ez, tehát hogy azért ez most nem egy ilyen lutri, hanem annyira teljessé válik, annyira tökéletessé teszi az életet, hogy az ember innen már tényleg csak nem tud más tenni, csak hálát adni. Mert azért van ennek nyilván másik oldalra, hogy ameddig mi akarjuk kézben tartani, ameddig mi akarjuk megtartani a keresztény életünket, addig az legtöbbször egy ilyen kínlódáshoz, egy ilyen küszködéshez, egy ilyen gyötrődéshez hasonlít, hogy majd én, és akkor majd csinálom én, ahogy kell, és ahogyan azt tanultam, vagy ahogy gondolom, vagy ahogy tanítottam. És aztán megy a küzdés, megy az izzadás, megy a gyötrődés, mert jó keresztények akarunk lenni. Ahelyett, hogy kinyitnánk az ajtót, és engednénk, hogy Jézus szeretetével megtöltse az életünket, és szétfeszítsen ott mindent, és teljesen újjá tegyen mindent. Ez így történik. Nem úgy, hogy mi majd eldöntjük, és akkor majd levezényeljük, kezünkben tartva a kormányt, vagy a kormánypálcát, vagy akármit, hanem úgy, hogy Jézus belép,
bocsánat, először kopogtat, te kinyitod az ajtót, belép, rád mosolyog, megtölti az életedet szeretetével, és ezek a változások teljesen rajtad kívül, de elindulnak, és más emberré leszel. Az addig függőségben tartó erők, mint az ilyen hajszál, zsinegek lepattognak rólad. Nem tudnak tovább megtartani téged, mert Jézus szabaddá tesz. Szabaddá tesz. Pénzettől is szabaddá tesz. A kapcsolataitól is szabaddá tesz. A vagyonodtól, az önigazságaitól, a nagy céljaitól, mindentől. Picivel később az egyház történetében volt egy ember, egy híres ember, úgy hívják Luther Márton, akinek az élete nagyon is hasonlít Zákeus életére. Ő is sokáig küzdött azzal, hogy jó keresztény ember akar lenni. Megtért. Elment szerzetesnek. És küzdött napról napra imádságokkal, lelki gyakorlatokkal, aszkézissel és minden egyéb mással, hogy szeretne jó ember lenni, szeretne jó szerzetes lenni, szeretne Istenért élni, a bűneivel minden nap tökéletesen megküzdeni és legyőzni őket. És amíg így kínlódott, küzdött, gyötrődött, erőlködött, egyszer csak elhangzott a hívás, Luther, gyere, ma a te házadban kell megszállnom. És amikor Luther kinyitotta az ajtót, Jézus kegyelme beáradt, és szabaddá tette ezt a gyötrődő, küszködő, kínlódó embert. Luther szabaddá vált, még a világ úrával, a korabeli nagyhatalommal, a pápával szemben is. Szabaddá vált a tradíciókkal szemben is. Szabaddá vált még arra is, hogy a kocsmában énekelt, mondjuk így, hogy borgőzös énekek dallamára keresztény szövegeket írjon, és azt énekeltesse a hívő emberekkel a templomban. Szabaddá vált arra, hogy megházasodjon, hogy éljen. Szabaddá vált arra, hogy az Isten szeresse, és ő is szeresse az embereket. Beengedte Jézust az életébe, és szétfeszített mindent, ami végig volt, és teljesen újat teremtett. És ez nem csak 500 évvel ezelőtt történt így, vagy 2000 évvel ezelőtt történt így, hanem így történik ma is. Istentől távol élők, és Istenhez nagyon közel élők. Ezek akár lehetünk mi itt, akik majd halljuk az igét. Ugyanúgy éljük az életünket, akik szeretnénk kézben tartani, megtartani, végigvezetni, végigirányítani. Ha kinyitod az ajtót, Jézus belép, és onnantól fogva ő cselekszik. Onnantól fogva megtölt mindent a saját szeretetével. Ha befogadod a házadba, ha befogadod az életedbe, akkor az ő szeretete szétfeszít mindent. A kegyelme megtölt mindent, és nem tudsz ellene mit tenni. Nem tudod kiszorítani, nem tudsz ellene harcolni. Akkor már te is érzed, hogy nem kell a régi. Nem kell az, amit én annyira jónak tartottam, hanem megtapasztalod, hogy mennyivel jobb az, amit Jézus ad. Kedves testvérek, nehogy valaki félreértse, pont esetleg az ellenkezőjét vigye magával haza üzenetként, amiről ez az ige itt most beszél. Nem arról van szó, hogyha most elkezdesz nagyon jótékonykodni, vagy szegényeknek adni, akkor majd innentől kezdve jó keresztény leszel. Hát ugye pont nem erről szól az ige, pont az ellenkezőjéről szól, és ezt kellene megérteni benne. Ez ugyanúgy, amit most mondtam, hogy na majd most sokat jótékonykodok, vagy sokat segítek másokon, akkor majd akkor sokkal jobb ember leszek. Ez a kínlódás, ez a küszködés, ez a gyötrődés része, amikor én akarom csinálni, amikor én majd eldöntöm, hogy kell ezt jól csinálni, és akkor majd jó keresztény leszek. Itt ebben a történetben az van, hogy Jézus nem kér Zákeustól semmit, nem szóval nem mondja neki, hogy összeszét a pénzét. Ha nem osztotta volna szét Zákeus, akkor is ugyanúgy szerette volna. Nem kér Zákeustól semmit, csak belül az életébe. És Zákeus Jézus jelenlétében, a kegyelem jelenlétében olyan döntéseket kell hozni, olyan döntéseket kezd el hozni, amelyek emberileg nézve furcsák, idegenek, életszerűtlenek. Gondoljatok bele, hogy valaki összegyűjti egy nagy vagyont, és hirtelen elkezdi szétosztani. Tehát egyszerűen emberileg nem értelmezhető mindaz, ami zajlik. De mégis örömmel és boldogan teszi ezt.
Gondoljatok bele, amikor nekünk pénzt kell kiadni, akkor általában milyen érzés kapcsolódik hozzá? Nem öröm. De meg elkezdi szétosztani az összes vagyonát, és örül neki, és boldog tőle. És akkor Zákeus azt mondja, hogy Uram, én a vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valami törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak, Jézus nem azt mondja, hogy na jó, akkor most már egészen jó keresztény vagy, most már lesz lehetőséget bejutni a mennyek országába. Nem mond ilyet Jézus, hanem azt mondja, hogy ez a cselekedet rámutat valamire. Erre a cselekedetre nem volt szüksége senkinek, és mégis rámutat valamire arra, hogy Zákeus szabad lett, teljesen szabad lett. Üdvössége lett, ahogy itt Jézus mondja ezzel az idegen szóval. Szabad lett, hogy rendezze az adósságait az emberekkel, ugye azt mondja, hogy akitől elvettem, azoknak visszaadok, és szabad lett arra is, hogy ne a pénz tegye őt értékessé, vagy ne a pénz mozgassa őt innentől kezdve tovább, azaz szétosztotta a vagyona felét. Két nagy küszöb. Az egyik az emberekkel való kapcsolat rendbehozása, a másik pedig a pénztől való függőségünk. Volt egyszer egy durva erőszakos ember, aki megtért egy csendes héten, és korábban nagyon sok embert megbántott, durva természetével, erőszakosságával. És amikor hazajött erről a csendes hétről, elterjedt a faluban, hogy állítólag ez a vadember megszelidült. Mindenki csak mosolygott a hírrel, meg legyintett rá, hogy a kutyából nem lesz szalonnak. Hiszen ha látom, ám egyszer csak az ember elkezdte végigjárni a falut, és a legtöbb házhoz bekopogott, és amikor beengedték, nem magyarázkodott, nem csinált semmi mást, csak bocsánatot kért, az addig okozott fájdalmakért, sérelmekért, és ment is már a következő házhoz. Ezután az emberek már nem csak mosolyogtak, és nem legyintettek, hanem leginkább megdöbbentek. Hol van az az erő? Honnan van az az erő, aki egy ilyen embert meg tud változtatni? Honnan van az az erő, ahol kutyából lesz szalonna? És végül a pénz, ami egy nagyon kényes, mondjuk egy nagyon titkos, nagyon érzékeny téma mindannyiunk számára. Legszívesebben nem is beszélnénk róla, de mivel a Biblia nagyon sok helyen beszél a pénzről, tehát aki a Bibliát olvas, az tudja jól, hogy úton útfélen előjön az Ószövetségben is, meg az Újszövetségben is. Ezért néha hát kibírjuk ezt, hogy Isten tiszteleten is van róla szó. Zákeus ezt mondja, hogy a felét szétosztja a vagyonának. Ez egy túlhúzgó cselekedet. Mondjuk így, hogy egy ilyen megszállott cselekedet. Radikális a maga nemében. Ugyanis Isten igéje a Mózes törvényében, Jézus idejében nem kívánt többet, mint a jövedelem 10%-át. Nem kívánt 11%-ot, nem kívánt 12%-ot, és nyilván lehetne mondani, nem hogy 50%-ot. Mondhatnánk azt is, hogy Zákeus túllőtt a célon. Amíg az Isten sem kéri tőle, akkor miért csinálja? Miért megy túl a józanész határán? Miért csinál irracionális dolgokat, hogy a vagyona felét szétosztja? Kedves testvérek, ez a kegyelemnek a cselekedete. A racionális kérdés mindig így hangzik, mennyit kell adnom, vagy mit fogok cserébe visszakapni. Ezért olvastam fel a mai ígét, a tanítványok kérdése, hogy a gazdag ifjúval való párbeszéd megtörténik, olvastuk a héten, és a tanítványok ugye látják, hogy ez a gazdag ifjú nem akarja feláldozni a földi vagyonát, nem akarja odaadni a 100%-ot, amit Jézus elkért tőle. És akkor Péter azt mondja, de Uram, mi odaadtuk a 100%-ot? Mi ott hagytuk a családot? Mi ott hagytuk a földjeinket, a hálóinkat? Ott hagytuk a gyermekeinket, az egzisztenciákat? Élünk itt, mint a fedél nélküliek, jövünk, megyünk egyik faluból a másikba. Mi mit kapunk ezért cserébe? Ugye, tehát ez az emberi gondolkodás, hogy valamit, valamiért. Ez a normális, ebben növünk bele, ebben élünk, ebben szocializálódunk, ez határozza meg a gondolkodásunkat. És a racionális kérdés mindig így hangzik, hogy hát mennyit kell adni? Vagy mit kapok vissza? 1%-ot? 10%-ot? 50%-ot? 100%-ot? De
De aki Jézussal találkozik, annak nem a racionalitása változik meg. Hát ez itt a lényeg ebben az egész történetben, hogy itt nem a racionális kérdések oldják meg ezt a történetet, mert nem a gondolkodás, vagy nem az értelme, értelmezési képessége, vagy értelme változott meg Zákeusnak, hanem a szíve változott meg Zákeusnak. Az egész élete változott meg Zákeusnak. Ez arról szól, hogy aki beengedi Jézust az életébe, az már nem a százalékokban él, nem azt kérdezi, hogy mennyit adjak, vagy mennyit kapok vissza, hanem a Jézus kegyelmében él, amely megtöltötte azt a szívet, és abban már nincs hiány. Az nem azt kérdezi, hogy mennyit kell adnom, hanem azt, hogy hogyan adhatok oda Jézusnak mindent. És én hogyan adhatom neki oda az egész életemet, annak a Jézusnak, aki mindent értem odaadott. Tehát ez jelenti azt, hogy megtölteni az életet, hogy megtölteni a szívet. Hogy Jézus mindent átadott, te érted. Hogy téged szabaddá tegyen. Innen a kérdés már nem az, hogy mennyit adjak, hanem az a kérdés, hogy hogyan adjak, hogy mindent odaadhassak. Zákeus nem közgazdászként cselekszik, hanem olyan emberként, akinek a szíve megtelt Jézus kegyelméről, akinek megújult az egész élete. Ezért racionálisan nem magyarázható a tette, és nem is akarom magyarázni a tettét, és nem is hozom példaképpen említek. Mert azt gondolom, hogy itt ennek most nem a megértése, hanem a, mondjuk így, hogy a befogadása a lényeg, és nem Zákeus tettét kell befogadni, hanem Jézus Krisztusnak a kegyelmét. De szabad lett Zákeus, és ez a szabadság szétfeszített mindent. Áttörte az addigi életének a határait. Jézusra nézve cselekedett. És ez lett a következménye. Szeretnék most egy viccet elmondani nektek. Itt már a vége felé járunk. Ezzel fejezem be majd a prédikációt. A vicc így hangzik, hogy a skót elmegy a templomba, kiveszi a pénztárcáját, kiveszi egy nagy összegű bankjegyet, és leteszi maga elé a padra, hogy majd amikor kifelé megy a templomból, akkor ezt fogja bedobni a persejbe. Elkezdődik az istentisztelet. Bocsánat, nem a mi templomunk zajlik, de a kántor néha félre nyom. Mármint a billentyűkön. Fogja a nagy színmetű bankjegyet, elteszi, kitesz egy kisebbet. Lelkész elkezd beszélni, motyog. Elteszi, kitesz egy kisebbet. Megy a prédikáció, borzasztó hosszú. Az már lehet, hogy nálunk történik. Megint elteszi, megint kitesz egy kisebbet. Az imádságban elrontotta a Szent Háromságnak, összekevert mindennel, nem jó. Megint elteszi, kitesz egy kisebbet. Aztán a hirdetések olyan hosszúra nyúltak, hogy már fél 12 is volt. Megint elteszi, megint kiteszi a kisebbet. Aztán a végén, mikor megy ki, belegyúl a persejbe, és ő lesz ki belőle. Mert hogy elrabolták az idejét. Ugye nevetünk rajta egy nagyot, de minden humor rámutat valami nagyon fontos igazságra. Kire nézve adakozom? Jézus körülvevő emberekre nézve? Lelkészre, kántorra, gyülekezeti tagokra, püspökökre, esperesekre, egyháztagokra? Mert ez esetben mindig ott lesz a racionális kérdés, hogy ennyit is. De aki az adakozásában nem emberekre néz, hanem Jézusra, akivel találkozott, és aki megtöltötte a szívét, az tud szabad lenni, és tud jókedvel és jó szívvel adakozni. Mert a szívében nem kértések vannak, hanem hála van, és az túlcsordul. Zákeus is erre egy jó példa számunkra, hogy megtapasztalta Jézus szeretetét és kegyelmét, szabaddá lett arra, hogy Jézus szeresse őt, és ez a szeretet kiszorított mindent, ami fogságban, függőségben tartotta őt. Ha úgy érzed, hogy az életednek vannak olyan területei, ahol a szabadság még nem teljes, kapcsolatokban, pénzzel való függőségben, alkoholtól való függőségben, munkától való függőségben, vagy bármi más egyéb helyen, és vágysz a teljes szabadságra, halld meg, hogy Jézus kopog, és nyisd ki az ajtót. Amen. Válaszoljunk a hirdetett ígére a 457. számú dicséret eléneklésével.
Mennyi édesatyánk, téged magasztalunk és téged dicsőítünk, mert egyedül te vagy erre méltó. Tiéd az egész teremtett világ és mindenek fölött és örökké való Isten vagy. És köszönjük, Urunk, hogy te veled a világ urával nekünk lehet kapcsolatunk és megszólíthatunk téged Jézus Krisztus nevében. Így jövünk most eléd, Urunk, és imádkozunk azért, hogy adj nekünk bátorságot arra, hogy beengedjünk téged az életünkbe. Oly sok minden húz vissza, oly sok minden köt meg, oly sok minden tesz bennünket rabbá, vagy tart fogságában, és nem merünk lépni, és azt gondoljuk, hogy amiben belenövünk, amiben úgy beleformálódunk, az úgy van jól, de nincs jól. És szeretnél, Urunk, szeretnél bennünket szabaddá tenni, adj nekünk bizalmat arra, hogy elfogadjuk ezt, és tégy bennünket szabaddá. Szabaddá, Urunk, a kapcsolatainkban, szabaddá pénzünkkel való kapcsolatban, a vágyainkkal való, az álmainkkal való kapcsolatban. Adj nekünk szabadságot, Urunk, önmagunkkal szemben. Köszönjük neked, Urunk, hogy az a szabadság, amit te fiadban megadtál, az ő jelenlétében, az ő testet töltött igazságában, az még ma is ugyanúgy szabaddá tud tenni bennünket, és ebben a szabadságban átélhetjük, hogy milyen a teljes és tökéletes élet, és mennyire jó veled lenni. Urunk Istenünk, így jövünk eléd, könyörgünk egy szívvel, egy lélekkel, adj szabadításokat, szabadulásokat itt ebben a gyülekezetben is. Adj olyan élettel való megtelést, örömmel való beteljesedést, amit Zákeus életében is láthatunk. És engedd meg, Urunk, hogy életek megújuljanak, hogy új szívvel, új teremtésként téged dicsőítsenek itt ebben a kicsi gyülekezetben is. Urunk, eléd hozzuk a gyászolóinkat, és imádkozunk értük, és kérünk, hogy te tartsd őket meg, te tartsd őket a kezükben, segítsd őket, Urunk, a tovább lépésben, megerősíted reménységüket, és megerősíted a feltámadásban való hitüket. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünkért, hogy te légy ennek a kicsi közösségnek a pásztora, és te vezess bennünket ezután is. Amen.